Na sziasztok, fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Shovel Knight végigjátszását, és van három darab lehetőségünk is, hogy melyik pályára menjünk. És az előző részben megnéztem, hogy itt van egy ilyen treasure-ös pálya, amit nem tudok megcsinálni, mert még nincs meg hozzá képességem. Viszont én arra tippelek, hogy a Flying Machine-nél ezt a képességet meg lehet majd szerezni. Úgyhogy most ez a pálya fog következni, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy fog menni a valóságban. És hogy az elméletem valós-e, hogy ezek leszakadnak. Hogy ezen a pályán lesz egy olyan képesség, hogy nagyobbat tudok ugrani, vagy erdes, vagy valami. Ó, ott van egy láda. Én oda bemennék amúgy. Miért nem? Oda miért nem megy be? Oda miért nem tudok bemenni? Én oda szeretnék bemenni. Miért nem megy oda be? Akkor fentről kéne leesnem oda? Az mondjuk lehet. Hát akkor fentről beessünk, azon nem újjon. Pénz. Pont! Pont! Annyira tudtam, hogy pont meg fogja villámozni magát. Jó, hogy itt van elrejtve. Aha. És nagyon szemét volt, mert még egy vakondot is rakott be. Hé. Hey. Secret van. Ugorjál. Azt megvárom. Így. Nyisd ki. Ó. Ládikó, meg pénzecske. Nagyon jó. Ú, az mondjuk ki volt centízve. Na, te meg menj innen! Ha, tök jó, itt meg fúj a szél. Azt fogom szeretni. Es. Na, ezt megvárom. Egy. Jó, hát oda nem tudtam felugrani, nem baj. Ott marad, én nem kockáztatok. Hát hallod, haver? Te ott maradsz, jó? Pá! Ágyugolyó futam! Ez az! Na várjál, ez nem jó. Így. Ezt így kérem. Na nézzük. Egy, kettő, három, és így. Megvan, easy. Azt kérem amúgy. Mondom, ezt amúgy kérem. Na várja, várja. Most. 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 És itt leesünk. Oké. Ott az a pénz, az oda lett. Jó, itt... Hát ha gondolom, itt van platform. Aha, jó. Ezt kérem. Jó, és akkor most itt kéne úgy végigmenni, hogy ne nagyon fájjon. Mondjuk így. És most? Oh, hello, mi? Ti mit csináltok? Jó, ja! Ja, hogy ja, oké, hogy ne nagyon legyek a földön akkor, amikor ők földet érnek. Majd megszédülök. Jó. Ez így megoldható. Nesze! Oké, menjetek vissza. Ugye, nesze bomba. Ha? Jó, hát ez így easy. Ez így easy. Ó. Oh. Ellenőrző pont. Aha. Jó. Felette? Felette is van szikret. Na jó. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Megyünk feljebb.
És itt... Jó, hogy itt van egy ilyen ventilátoros. Állj! Nem, nem. Azt ott valahogy... Azt ott valahogy ott ki kellene, hogy üssem. Azt ott valahogy ki kellene, hogy üssem. Ott az tudja a secret. Nem, oda konkrétan be lehet valahogy menni. Oda hogy megyek be? Oda hogy megyünk be? Au. Így. Bejöttem. Na nézzük, hogy megérte-e egyáltalán. Szikre? Nem szikre. Hehehehe, vicces, hogy így lelöksz. Tehát így azért van rajtam egy 60 ezer kilós páncél, és egy kis szaros ipari ventilátor odébb fúj. Kösz. Jó, megoldjuk. Nem baj. Így. Megoldjuk ezt. Nincsen lehetetlen, csak nehéz. Na nézzük. Ó, és itt van az inas. Na mit árulsz? Erdes. Na. Ez így nagy segítség. Ez így nagyon nagy segítség. Menj innen. Nagyon nagy szivatás. Ó, édes Istenem. És az hol jöttem volna ki? Hol jöttem volna ki? Jó, hát figyelj. Au. Az akkor ott marad. És akkor megyünk tovább. Hát most annyi baj legyen. Ez így vicces lesz. Ez így vicces lesz. Nem baj, nem lehetetlen, csak nehéz. De... Ez miért ilyen szemét? Megoldom. Muszáj, hogy megoldjam. Ha más nem, akkor ezzel. Anyádat. Már ezért is. Ó! Jó, ezt innen kilapáltalom igényesen. Ennyi. Jó, megérte ide eljönni meg a kis szenvedést. Ellenőrző pont. Ez az. Na gyere kicsit közelebb. Így. De mennyi van belőled? Így. Felvettem a dollárt. Jaj ne! Ez most miért kell? Hogy lehetsz annyira gané, hogy visszafújsz? Így is fúj a szél
szemből, meg tolakép, meg még te is belepofátlankodsz a képbe, és visszafújsz a szakadékba. Hogy? Miért? Ne legyél ennyire szemét. Ó, persze, megjön még egy. Na, azt ott hagyom. Ez miért ilyen ganélára? Így. Na, eddig nagyon jók vagyunk. Azt hiszem. Menj innen. Aha. Most ez vicces lesz, hogy így a ágyugójokon kell majd végig pattognom, úgyhogy a szél fúj szemből. De megoldottuk. Kérek ellenőrző pontot, köszönöm. Jó. Ez mondjuk itt vicces lesz. Na gyere te patkány. Gyere patkány. Ezt akartam, így. Ez így fun. Valahogy így. Ez sérle. Így így. Így. Így így. Aha. Nem jó. Fújjál meg. Ez az. Hát ha máshogy nem sikerül. Ó, basszus. Jó, itt nem kellene leesnem, én úgy érzem. Pénz. Nem is kevés, jól van. Jó, úgy látom, hogy ő nem tud feljönni. Ott maradsz? Akkor nem. Ha ilyen makacs vagy, akkor add a pénzedet. Na jó van, elmész a francba, hogy most meg ilyen van. Ezt kérem. Úristen, ez a pálya. Hát, hogyha nem vagy elég ügyes, akkor a plafonon a tüskékbe felnyásalodsz. Ne! Úristen. Jézus úristen. Mi ez a pálya? Így. Úristen. Jó, megcsináltuk. Ellenőrző pontot kérek, köszönöm. Oh-oh. Ez bosszagú lesz. Mert itt a boss. Mondom, tiszta Mega Man. A Mega Man 5-ben volt ilyen propelleres boss. Mondjuk az easy volt, remélem, hogy ez is az lesz. Na nézzük, rá tudok ugrani a fejére. Na na. Au. Ez mit csinál most? Olyan gyugoljó, leszakadt a izé. Az igen! Jó! Jó, úgy érzem, hogy emberemre akadtam. Meg lesz az első boss, aki még full HP-ről is képes kinyírni. Na jól van. Hallor! Ez annyira erősen fúj, hogy nem bírok iramot tartani vele? Az úgy köszi lesz. Nem tudom, hogy melyik fegyver lesz jó.
Jó, fél HP is. Jó. Au. Hát akkor így ugrálunk. Jobb ötletem nincs. Aha! Te szemét vagy! Ennyi. Még az ágyugó is elkapott. Most mehet sírni a sarokba. Jó. Ennyi a bossnál azért éreztem némi kihívást. Viszont akkor most megvan az a képesség, amivel meg tudom csinálni a következő treasure mission-t. Az nem lesz rossz. Aludjál szépen, kis lovag. Mr. Lapát. Na. Kelj fel, ezt lapátolod el, éppen igényesen. És 9653 pénzem van. Aha, ott lesz egy only boss pálya. Ezek meg le vannak zárva. Jó, hát először mindenféleképpen ezt a pályát szeretném megcsinálni. Aha. Ez jó, sejtettem, hogy ide valami plusz képességgel, és az most lett meg. Miért is volt kevés az a szakadék? Jézusom, majdnem 3000-et buktam! Akkor azokat kérem vissza. Egy. De nyomtam azt a rohadt lefelé gombot, akkor ilyenkor miért is nem akarod a izítalásot a magad alá rakni? Ha nyomom a lefelé gombot, akkor nyomom a lefelé gombot. És itt még a szél sem fúj, amire rá lehetne fogni, hogy... De most is nyomtam a lefelé gombot! Mi az Isten? Hát nyomtam a lefelé gombot, akkor miért nem adja be? Játék? Ne kezdj el ilyen hülyeségekkel szivatni. De most is nyomtam! Most is nyomtam a lefelé gombot. Ez mi a tök? Na, ez eddig miért nem sikerült? Jó, az sajnos ott maradt. Szavasz, csonti. Még ágyom. Na, várja. Hát persze, hogy nem olyan magas. Miért is lett volna olyan magas, hogy fel tudjak ott menni? Na! Jó. Szóval ebben a ládában mi van? Kövesebb talér, mint szerettem volna, hogy legyen benne. Egy. Tört szét, aztán húzzá. Hát kösz. Kösz. Aha. Jó, akkor ebből létrázás van. Egy. Kell ez a láda is. Nem hagyjuk itt. Mi baj lesz benne vakont? Van hát. Mondom, a játék már ott szivat, ahol tud. Hangjegy. Megad a sok dollár. Ez az.
10 000. Jó. Szóval, ez megvan. Nem volt egyszerű, de meg lett. Az a baj, hogy muszáj vagyok erre rámenni. A hangjegyeket vissza akarom vinni. Hát te meg mi vagy? Ez is ilyen kardos muksó. Hé, hey, visszapattant róla? Jó, ez ilyen elektromos jóska. Jó, ez nem jó, mert ez... ezeket visszaveri. Nem kell sok. Nézd meg! Ne! Kapta egy heavy-t. Megvan ez is. 13111. Aha. Mert még azt a kis 30 aranyat még oda kellett, hogy adjad. Jó. Tehát ezzel meg vagyunk. Most... eljövünk ide vissza, odaadjuk a hangjegyet, kottát, ne boldog az ember, szomorítsuk el, mondom, szomorítsuk el. Ja, hogy 2 volt nálam, aha, értem. Jó, és megnézem, hogy ő árul, én még nem. És te? Ja, nincsen nálam kaja, meg tőled is megvettem már mindent, aha. Jól van. Akkor eljövünk szépen ide. És veszünk tőle olyanokat, amiket még eddig nem vettem meg. De ez mi ez? Oké. Meg kösz ezt is. Jó. És akkor így megvettünk tőlük mindent. Itt ugye a secretbe azt már felvettem. Hát akkor... ilyenkor már mit tudok venni? Ó, tudom. Dobjál át az armoroshoz. Ó, hangjegy. Ez hogy maradt itt eddig? Mert az armorosnál tudunk csinálni olyat, hogy... tőle tudunk venni ilyen képességet, ezt 6000-é. És hogyha teljes életerőm van, akkor ilyeneket tudunk csinálni. Ami egyébként nem olyan rossz. Ezt is megveszük 3000-é, ha már van. Jó. Oké, és jött akkor a következő főküldetés, én úgy érzem. Ami pedig legyen a... hát legyen ez. Ó, én csipés dél 2, Clock Tower. Abba volt. Secret? Nem. Ó, ja igen, mert tele életnél csinálunk ilyen lökés hullámat. Valóban. Mi baj, robbannak azok a patkányok? Robbannak át. Feltéve, hogyha hagyom neki. Jó. Háj, de jó. Titok. Ó, rohadt tegér, menj innen.
Jó, hogy te dobálod ezeket a fogaskerekeket, hash. Így, így. Nagy fogaskerék? Nem. Na várjál, ez egy csillog. Én úgy tudom, hogy ahol csillog, ott lehet horgászni. Nem. Ó, ezt nem tudom magammal vinni. Az kellemetlen. Azért, mert szerintem ehhez az izé kell. Az élettöltős cucc. Az a kehely. Oké. Na nézzük, hogy erre rá lehet-e menni. Rá bizony. Na gyere vissza, hogy ugráljak végig rajtad. Így. Nagy szerű. Oké. Menj innen! Úristen. A szivatás indul. Hogyan szivassuk meg, Pisti? Jó, ez nem megy fel teljesen a plafonig, tehát az azért jó, mert nem nyom agyon. Így. Na nézzük, hogy... Hegy szellem! Van egy ellenőrző pontunk. Kaja, kösz. Mit csinálsz? Oké. Előbb felnézünk. Jézusom. Itt van egy létre. Titok. Ó, hát nyilván egy szellemet kell berakni a szikret mögé. Ha itt jövök fel. Várjál. Végül is itt le tudok menni. Úgyhogy én nem halok meg, ugye? Igen. Így. Pá. Ez is secret. Hello, bátya. Na nézzük, mit árulsz. Három ezeré, bocs, de nincs annyi. Ha csak nem ebben lesz annyi. Haha, pont nincs. Na várjál, megoldom. Na, szóval, mit árulsz? Na takarodj! Ez kurva jó! Ez egy kurva jó képesség! Fújta! Menj innen! Jó! Hash! Jó van, persze! Persze! Jó, le ne fuss! Nem baj, nem baj. És itt is lehet horgászni. Majdnem leszaladtam, csak mondom. 350 a hal!
Na itt is megint tudok menni két irányba. Merre megyünk? Úgy szerintem merre megyünk tovább. Akkor elnézzünk ide fel. Aha. Erre. Ez itten secre. Jó, akkor ide viszont ez kell. Baszd meg, tüske van fent! Beleugrottam a tüskébe. A fene figyelte a plafont. Rohadt tüskés mennyezet. Hey! Jó. Hát ez köszi volt amúgy. Na nézzük, hogy itt ez. Mondjuk ott lehet, hogy lett volna egy szikret. Na mindegy, ott marad most már. Jó, akkor... azok ott maradnak. Remélem leugrasz hozzám. Nem, nem ugranak le. De leugranak! Megvan mind a kettő. Haha. Na várjál. Azt kellene lecsalni. Így. Pont így gondoltam. Menj innen, egér, menj innen! Fogaskerék. Ellenőrző pont. Jó, menj innen. Mondom, menj innen. Kaja. Kaja. Bíztam benne, hogy kaja van benne. Jó. Na, most két irányba tudok jönni. Felfelé, vagy... vagy erre. Nem is ezt akartam. Hanem... ezt. Így. Szóval itt mi van? Aha. Tehát itt pecázunk. Nézzük, hogy mit fogunk ki. Megint fal, megint pénz. Jó, talán így. Igen, most átugri, most itt erre. Aha, hangjegy. Ó, az ki voltam centizve elég szépen. Kérem vissza a kardolt. És ott jöttem volna fel eredetileg. Aha. Hát akkor őt ott hagyom. Nem muszáj vele foglalkozni. Jaj, ne! Ez mi volt ez? Jó, mindjárt vég egyébként a pályának. De ez mi volt ez a bullshit szarság? Nem szeretem az ilyen hülyeséget. Adjál életed. Egy. Jó, megyünk akkor a rövidebb úton. Csak itt van egy ilyen hülye lovag. Ezt mondjuk nem tudom, hogy hogy kapta be az összesütést. Nem tudom, hogy miért nem fogta fel, hogy neki védekeznie kellene. Ott ugrálok fent. Ez itt nekem miért jó?
Így, igen. Jó lenne egyébként látni, hogy hová megyek. Ne! Gyere ki, ez az. Ne! Gyere vissza! Ez az. Jó. Ment. Ebben a sziklet. Kaja. Egy. Ellenőrző pont. És akkor jöhet a boss. Ez úgy néz ki, mint a Simonnak a haverja. Hogy hívták? Tudjátok, Dumaragu, Simon. Annak volt egy ilyen hegesztőmaszkos animált figurája. Ez full úgy néz ki. Na, ő még kies esetlen. Mi ez a Tetris zene? De nagy szár szerencséje van, hogy átugrálja. Aha, dobáljad akkor a cuccaidat. Ej! Kapta. Ez nem is olyan vészes. Ráugranék a fejedre. Buta vagy. Oké. Miért van az érzésem, hogy nem volt ennyi? Oh-oh. Gondolom a fejét kell. Au. A fejét, hát. Jó, megoldjuk. Jó, nem lehet fent maradni a fején, miután ő... Mi a fene? Jó, easy. Mondom, easy. Így gondoltam. Ne! Arra dobjad! Jó, itt is inkább a pálya volt nehéz, mint sem a boss. Jó, ez könnyű volt. Már boss. Oké, és na. Aludjál. Ezt lapátol oda. 8156. Na, megvan még egy pálya. Egy. És akkor kottát odaadjuk neki. Adjál pénzt. Három darab volt nálam? Az igen. Szóval volt nálunk három darab. Gondolom, ő sem árul már semmit, mert megvettem tőle mindent. És annyi pénzem van, basszus, hogy ezt már csak bukni tudom jóformán. Elkölteni semmiféleképpen. Várjál, 6656. Abból meg tudom venni végül is a másik támadást. Egy. Az már érkezés volt, ilyen medívülös. Abban volt, hogy katapulttal lőttek át a másik pályára. Jó, 4000-é, add ide. És akkor innentől kezdve van ilyen sima charge attackunk. Egyetlen egy hátránya van, hogy olyankor ilyen lassan mozgok.
Oké, na, hát akkor kizárásos alapon a havas, jeges pálya. Rögtön szikrettel indítunk? Oké. Bomba! Oké. Ida, farkas. Olyan veled farkas. Kérem a pénzeket. Már megint a vakont. Hallod? Most már az összesben lesz? Nem, ebben nem volt. Na jó, azt a répát nem kockáztatom meg. Úgyhogy az ott marad. Azt te mi vagy? Jó, három lövés. Aha. Nem lehet ráugrani a fejére. Jó, hogy már nem löksz le a szakadékba. Aha, ezt így számoltam ki, hogy majd akkor robbanjon a bomba, amikor én éppen a ládát kutatom. És akkor nem fog sebezni. Kérem. Viszont nekem ez a skill kell. Egy. Jó, abban nem volt vakon. Itt viszont van egy ellenőrző pont. De meg miket? Ja, értem. Tehát ilyen csillám szarokat dobálsz lefelé. Ami nyilván, ha elkap, akkor fáj. Jó. Az igen. Jó, hát akkor ezt megoldjuk így. Kérem vissza a kardot. Az kell a nagyobb ugrások érdekében. Az meg bomba. Azt nem lehet. De hogy nem lehet. Nem lehet. Bubakker, már megint a bomba. Azért nem megyünk le. Hú, a kurva életbe! Ha levert a víz. Aha. Jó. Tehát vannak ilyen felhőcskék. Az, ez itt mi ez? Az ott mi? Na jó, sose derül ki. Aha. Már megint a bomba. Jó. Kösz. Mindjárt felmegyünk hozzá. Így. Egy-egy. Hopp! Ez az. Kardot vissza. Az az erdes, az kurva jó amúgy. Már megint a bomba! Hallod, miért kell minden sziklet mögé bombát rakni? Annyira azért nem vicces. Ez mi ez? Ez mi ez? Na, takarodj! Ezen kell majd végig szambáznom? Igen, ezen kell végig szambázni. Na, ez mondjuk ötletes. Csak gondolom, lesznek benne nehézségek. Hát lesznek bizony.
Au. De figyelj, haver. Ja, hogy ja! Ki kell szabadítanom. Értem. Na, menjél tovább. Így, így. Így. Na, most lejjebb megyünk. Na, hát ez is basszus. Nem oda akartam. Egy, jó, megyünk tovább. Így. Au. Au. Nehogy életet adjál amúgy, mert az már fogyóban van. Tényleg egyébként nagyon fogy az életünk. Nem, nem. Aha, jó, az ott marad. Ez lesz komoly. Hát te hülye vagy. Te hülye vagy! Már megint a bomba. Kösz a full HP. Ja, hogy itt izé van. Én jégtömbből nem tudtam megütni. Jó, itt balra megint van valami szikre, elnézzünk. Aha. Á, itt lesz az inas. Nézzük, mit lehet majd tőle venni. Tudududú. Csatakül. Tehát ő elvileg ilyet csinál. 20-asért, érted? 20 darab manapontot vesz le. Az annyira azért nem jó. Az annyira nem jó. Na gyere ide. Kösz az aranyat. Gémántat. Jó, te ott maradsz. De jó. Ne! Ne! Jó, ez nem... Nem toltam meg! Tehát... Még csak a játék meg sem engedte, hogy kimondjam, hogy végülis ez nem vészes. Megszivatott és megölt. Srácok, soha, de soha nem mondjátok se bossra, se semmire az, hogy ez könnyű, ez easy, ez meg lesz, addig, amíg meg nem halt. Ha meghalt, azt mondtok rá, amit akartok, de addig semmit. Mert ez lesz belőle. Na, igen, ott láttam bal oldalt volt. Lyuk, hogy lehet horgászni. De most azt nem kockáztatom meg. Jó, hát sajnos az ott marad. Azt még szerintem pecabottal se tudnám felvenni. Nagyon szar helyen van. Jó, hát ez így a fasza lesz. Menj innen! Üssél!
Jó, elvileg itt lent van egy ilyen pattogós, aha. Jó. Na, te meg, dögölj meg. Érdekes egyébként, hogy a létráról nem adja be a nagy ütést. Csak a sima kicsit. Gyere, farkas. Persze, hogy pont! Ezt is szeretem egyébként, hogy az első ütés az úgy viselkedik, hogy az hátrálok egy picit. Az is nem tudom, hogy kinek az ötlete volt, de tehet egy szívességet. Jó, megvan egy kotta. Így. Így. Jó, ezzel megvagyunk. Gyere, farkas, hogy menekülj, vagy amit akarsz. Jó, ha jól látom, akkor ne! Nem! Nem tiska! Nem tiska! Oda fel kéne, hogy jussak valahogy. Így. Ne! Így. Ja, nem pont így akartam ide feljönni, de így sikerült. Annyira übergáz ez a pálya, hogy ez nem igaz. Na most, megint ez mi? Tehát, hogy ezen is most megint végig kell menni, és ilyen tökölős az eleje, ez csodálatos. Persze, lökjél le. Így. Jó, menni fog ez, csak überszopás az a pálya. Tehát ott nem elég, hogy azokat a szarokat figyelgetni kell, hogy hogyan repkednek. Mert nem elég azokat figyelni. Figyelj még ennek a buzinak a varázslásait is, mert még azok is megszivatnak. Sorra. Sorra megszivatnak. Na. Direkt halott, direkt megy ki alólam. Ej. És oda nem is tudok vissza felugrani. Bomba! Tehát ide mindenféleképpen ez a sebezhetetlen dolog kell. Kösz. Rajta álltam a felhőn! Hát mi a... Hát rajta álltam a felhőn, ne szivassuk már egymást! Na várja! Jó van, szívassál csak! Szívassál csak! Majd én ezt... Ezért kaptam a csit! Na te akarodj! Azért kaptam a csit! Oh. Ezért kaptam a csit. Fogok én ott majd szórakozni velük egyesével, hogyha van ilyen gyorsabb megoldás is. Hopp. Erről nem akarok beszélni, hogy ez mi volt.
Semmi nem volt. Az meg sem történt. Milyen érdekes, hogy először beadta mind a hármat. De legalább ez a rész itt már haladós. Rájöttem a trükkjére, hogy hogy kell megcsinálni gyorsan. Nyilván még a halála pillanatában eldobott egy rohadt kalapácsot. Persze a kutya menekül, úgy. Az ott marad. És már jönnek ezek a hülye csillámszarságok. Azok az kellene. De mi, hozzá se értem a tüskéhez. Mi a... Miért kell, hogy instant megöljön a tüske? Miért? Miért nem tud, tudtam én, egy pöttyöt levenni? Miért az egész életemet kell? Mert ugye, ha egy ellenfél megüt, az csak egy fél pöttyöt vesz le. Vegyen le akkor egyet vagy kettőt a tüske, mert fáj. De ez a hülyeség, hogy a tüske instant megöl. Ó, bazeg, menj már onnan. Hol van? Itt. Na, ég áldjon, adj el önöző pontot. Na, várja. Fejem teszem rá, hogy ez már a boss. Már igen, mert egy ellenőrző pontra voltam a bosstól. Jaj, figyeld, a hólapáros vikinget beszarsz. Na nézzük. Aha. Anyádat. Anyádat, és eltünteted a padlót alólam? Hát te gané vagy. Te nagyon gané vagy. Nagyon gané vagy, ezért meg kell, hogy haj. Tüntette a padlót alólam, mert mit kellett volna itt csinálni? Vagy visszatöltötte volna hóval egy idő után, vagy mi? Azt, hogyha beleesek, akkor meg meghalok instant. Hát ne szórakozzá, inkább ledobáltam a francba. Viszont megint kapunk plusz egy életpöttyöt. Ott a láda. Csak most álmodásom. El kell kapni megint a pajzsasszonyt. A szép volt. Elkaplak! Elkaptam. Meg még közben szereztem pénzt is. Kelj fel. Azt ad ide. Megyünk kajálni. Megyünk a szakásnak, odaadjuk, és az plusz egy HP petyi. Jó, tehát ezt itt megcsináltam. És... Ott a térkép vége? Ott a térkép vége. Jó, akkor elmegyünk a szakásnak, adunk hamit. Meg a kottát is leadjuk. Milyen boldog.
Wonderful. Volt nálam kettő. Jó. Na, most. Hihi. Na, főz. Főz nekem finomat. Valami bordát, vagy valami nagyon finom, ne zöldséget. Kösz. Csak valami zöldséget adott. Jól van. Akkor itt végeztünk egyelőre. Majd ezt az erdőt is megnézem egyébként, csak most nekem kell egy olyan, hogy... Oké. Okay. Mondom, mi a helyzet. A következő részben meg fogjuk nézni ezt az utolsó két pályát a térképen, de előtte el fogunk jönni ide. A All of Champions-ba. Be. Sőt, mi lehet, ha most nézném meg az erdőt? Ez egy ilyen bálna király. Mekkora gülüszemed van? Hogy én itt tudok sétálni. Jó. Ha jól értem, akkor ami ilyen kejheim vannak, amiket vettem 1500-ért per darabokat, azokat itt lehet feltölteni. Ez itt feltölti az életet per magicet, ez 10 másodpercre ugye sebezhetetlenné tesz. Ez meg 1 percig a közeli kincseket magunkhoz szopkodja, mint hogyha mágnesként funkcionálnánk. Ó. Tehát itt ez csak ennyi. Tehát itt lehet feltölteni azokat a kelyheket. Mindjárt. Nem. Amiket most nem látok. Mert nyilván itt a térkép nézeten nem működik. Jó, az világos akkor, hogy az akkor hogy működik. Oké, értem. Jó, na, srácok, megcsináltunk mindent eddig, szerintem. Jó, nyilván ugye itt vannak, hogy itt egyet el, megnézem egyébként, hogy mennyi ilyet hagytam el. Itt megvan mind, itt elhagytam egyet, itt megvan mind, itt is elhagytam egyet. Itt a bálnás pályán nem szedtem fel egyik cuccos se, az kellemetlen. Itt megvan mindkettő. Itt is megvan mindkettő. Itt 3 volt. Itt is elhagytam egyet. Jó, hát zöbben mindegyik pályán megtaláltunk majdnem mindent. De nyilván hagytam el. Volt olyan pálya, mint a vizesen. Hol van vizes pálya? Itt. Itt hogy hagytam el mind a kettő kottát? Nem értem. Na mindegy. Na, srácok. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy... A következő rész lesz több mint valószínűleg az utolsó epizódunk a Shovel Knight-ból, mert szerintem ez már itt nagyon a játék vége, mert nem hiszem, hogy innen tovább fogunk menni, meg ugye a Tower of Fate-nek a bejáratához fogunk eljönni, és ugye a játék elején ugye mondták, hogy ott kell elmennünk, hogy megmentsük ugye a Shield Knight-ot. Úgyhogy valószínűleg, hogy ez már itt a játék vége lesz. Na, én viszont elköszönök tőletek mára, ennyi lett volna a mai rész, remélem, hogy tetszett nektek, tartsatok velem legközelebb is, addig is szevasztok!